Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Weekend nézőit. Ne ijedjenek meg, nem szürke hályog van a szemükön. Ugyanis a stúdiót belette a pókháló. Mi már a Halloweenre készülünk, halloweeneztünk egy kicsit, és még fogunk is a mai adásban. Bemutatunk majd egy ninja jelöltet is, de előtte Zahár Gáborral beszélgetünk egy kicsit, hogyha nagyon szemfülesek, akkor azt is megtudhatják, hogy az ország Zahár dokia miért éhes mostanában a vérre. Azt mondta nagypapám, hogy míg a világ világ lesz, mindig rosszabb lesz. Ezt egyre többször érzem mostanában. Nem tudom, hogy ön mennyire optimista. Én abszolút, én tök jól érzem magam a saját bőrömbe, dacár annak, hogy gyakorló függő vagyok, és most ugye a saját státuszom, ugye itt és itt a munkámra vonatkozik, itt az utóbbi időben azért nem feltétlenül az örömről szól, de én azt gondolom, hogy nem szabad negatív irányba hozzáállni a dolgokhoz, mert az nagyon sok mindent maga után ránt. Akkor az ember egyre kedvetlenebb lesz, minden felé kritikát fog gyakorolni, nem mindig persze jogosan, belecsúszhat egy depresszióba, kiéghet, úgyhogy nem, pozitívan tekintsünk. Annyira kevés időnk marad arra, hogy végre éljünk, hogy azt a pici időt szeretnénk nagyon felfokozni, felturbozni, és aztán mindenféle függőségekben egy picit megszínezni. Persze, csak de miért is? Azért, mert harcolunk a saját megélhetésünkért, meg a saját gyűjtésünkért, hogy még többet, és ebben persze benne van az is tulajdonképpen, amit ön mondott, és utána az a kis idő, az meg iszonyatosan fölpörögve próbáljuk megélni, és ha belegondolunk, az online világ az teljesen más sebességről szól, nem beszélve arról, hogy mondjuk nézem meg egy hírcsatornát, végolvasunk mondjuk egy 4 oldalas cikket elolvassuk a főcímet, esetleg beleolvasunk, és utána azt mondjuk, oké, nekem ennyi elég volt, mert nincsen rá időm. Mert úgy érezzük, hogy az idő kifolyik valójában a kezünk közül, nem folyik ki, csak rosszul gazdálkodunk vele. Kockulni lehet időnként, mert az valljuk bőszintén, hogy az azért úgy időnként ki tudja kapcsolni tulajdonképpen az embert. De a racionális mobiltelefon használat az egy tanulható dolog, és igen, itt ebből önnek tökéletesen igaza, hogy a példák azok nagyon fontosak, és ezért kérdés az, hogy mi mit tudunk mutatni a gyereknek, hogy apának 3 telefonja van, mert ő vezérigazgató, tökre felesleges dolog, nem? Az egyik erről szól, a másik arról, hamarik arról szól. Nem szabad ezeket így ennyire halmozni, és nem szabad gyakorlatilag ezektől a technikai eszközöktől ilyen módon függővé válnunk. Lehet-e határt szabni tényleg ezeknek az eszközöknek a térhódításának? Tehát mennyire lesz normális mondjuk a világ 50 év múlva? Halványlag gőzöm nincs róla. Például tegnap láttam egy olyan segédeszközt, egészségügyről szól, ami egy MR felvételt követően, mondjuk az illetőnek lesz egy gerincműtétje, utána letakarják őt egy speciális fóliával, és a fólián tulajdonképpen megjelenik a saját csontszerkezetének, csontrendszerének a 3D-s változata. Magyarán szólva, olyan, mintha tényleg előttem nyitva lenne a beteg, és ő csak fekszik nyugodtan az oldalán, és ott pontosan milliméterre megtervezhető a műtét. Ez megint csak a technikai fejlődéstől lehet így, és nem mondjuk vakon az ember egy ekkora pici lukon keresztül próbál mondjuk eltávolítani mondjuk egy porckorongsérvet, ami persze a hosszú évek során így működött, de hogyha egyre több és több ilyen új eszköz van, ami sokkal kevésbé invazívvá, sokkal kevesebb mellékhatás, sérülést tud tulajdonképpen okozni, akkor ezek szerintem borzasztó fontosak. Nem tudom, hogy hova fog ez a világ fejlődni, de azért azt sem felejtsük el, hogy ennek a sebessége nagyon felgyorsult. Rengeteg beteget látott, meket lát ma is gondolom, és nagyon sok sorsot. Ki az, akin tényleg lehet segíteni? Én azt gondolom, hogy azon, aki saját maga is együttműködő és elfogadja, azt is saját maga kezdeményezi a segítségnyújtást. Szóval úgy, hogy mondjuk elhoznak mondjuk egy alkoholistát a rendelőbe, mert van 2 testvére, akik erősek, és akkor betekerik egy szőnyegbe, mint régen ugye a maffia gyilkosságoknak az áldozatát, és odahozzák a rendelőbe, és akkor kigördítik, és akkor tessék meggyógyítani. Nem lehet. Alapvetően ez az kell, hogy ő együttműködjön, és valójában 70%-át tudja hozzáadni a saját gyógyuláshoz, és a maradék 30% az, amit mi tudunk gyógyszerrel, pszichoterápiával, beszélgetéssel, odafigyeléssel, családterápia, családnak a kioktatásával, a hozzáálláshoz, de ha nincs meg a 70%, akkor 30%-ban nincs gyógyulás.
szó volt még különböző törvény lehetőségekről, meg javaslatokról, és eszembe jutott a száraz november kapcsán, ugye például a hajléktalan törvény. Azok az emberek, akik valóban alkoholistaként vannak az utcán, és mondjuk egy elzárt területre kerülnek majd, és nem jutnak hozzá az alkoholhoz. Mi lesz ezekkel az emberekkel? Kollégáimmal az utóbbi egy-két hétben többször kommunikáltunk e-mailen, hogy mióta ugye a törvény életbe lépett, azóta megnőtt a sürgősségi osztályra bekerült hajléktalanoknak a száma. Miért is? Megtalálja a rendőr mondjuk itt a főtéren, üldögélve, ittas, nem annyira ittas, szóval nem paré részegen fekszik, hanem mondjuk fogyasztott, mondjuk megivott egy másfél liter kannás bort. Innentől kezdve a szálló nem fogadja be, mert alkoholt fogyasztott. A rendőr nem fogja bevinni a kapitányságra, és beteszi a fogdába, mert mi van ez a szerencsétlen, akinek van 64 ezer betegsége, hiszen hajléktalan, nem szed gyógyszereket, stb. Meghalott éjjel a kapitányságon. Szükség van erre ott a kapitányságon, hogy meghaljon, dehogy is, kivizsgálás, katonai ügyes, nem jó. Mi a legegyszerűbb út? Hova visszük? Bevisszük a sürgősségire. Ugye ott valamit csinálnak, mert mégis egészségügyi ellátó, szóval megnőtt a sürgősségi osztályoknak az ilyen irányú terhelése az új törvény bevezetése óta, mert tulajdonképpen ez a legkisebb ellenállási út. Magyarán szólva, törvénnyel egy szociális státuszt szerintem ilyettől nem lehet befolyásolni. Mint hogy a kábítószerfogyasztás sem befolyásolja az, hogy most egy marihuána cigarettáért 2 év börtönbüntetés jár, ha megemelnénk duplájára és 4 év vagy 6 év járna, szerintem nem szívnának kevesebben, de akkor sem szívnának többen, ha mondjuk holnaptól Magyarország is arra az útra lépne, hogy mondjuk legalizálja a marihuánát. Igazándiból a törvény egy keretrendszer, ami biztosít számunkra egy mozgás teret valamin belül, de önmagába véve a saját érzéseinket nem nagyon tudja befolyásolni. Egy utolsó kérdés, ugye nyár végén robbant végül is a médiában a bomba, hogy olyan körülmények között nem vállalja tovább a Honvéd Kórházban az osztály irányítását, azóta azért már eltelt egy pár hónap, teljesen kiegyensúlyozottnak és boldognak tűnik, de nyilvánvalóan a mindennapi praktizálás azért valahol csak hiányzik. Milyen tervei vannak? Hát persze, hogy hiányzik igazándiból, és tényleg az hiányzik ebből maga a beteg és a betegellátás. A főorvosi értekezlet, a jelentések írása, most gyere fel a kórházparancsnok az orvos, az egyáltalán nem. A vér, a verejték és a könnyek hiányoznak nekem, de hát gyakorlatilag 33 éve végeztem azóta ezt csinálom, és előtte 6 évig, amíg egyetemist voltam, végig dolgoztam az egészségügyben. Hogy mihez fogok kezdeni? Hát most egyelőre rengeteget tudok előadni, mert sokkal több szabadidőm van. Ugye az egyetemen oktatok változatlanul, ugye Szegeden is, meg Pécsen is. Ugye a második fél év lesz Budapest, ugye úgy tudom az óráimat rendesen ugyebár összefésülni. Sokkal többet tudok futni, mint el eddig. Ugye sokkal több ilyen irányú szabadidőm van, jól alszom, kipihent vagyok, visszamegyek mentőzni, részállásba, aztán majd meglátjuk még, hogy mi pörgi ki magát ez a történet, de valahol szeretnék most már egy kis vérszagot szimatolni. No, nem a Halloween miatt. Fekete Andor a vendégünk, és nem csak azért hívtuk, hogy egy kicsit baljóslatú legyen a következő beszélgetés, mármint elég sötét, tehát nem a nevedre gondolok, kedves Andor, hanem sokkal inkább arra a különleges sportra, ami azt hiszem, hogy a te életedet meghatározza, sőt, ha jól tudom, nem csak a sport, hanem az állatok szeretete, úgyhogy egyáltalán nem esel kétségbe, hogy itt mindenféle pókok próbálnak minket behálózni, nem is tudom, hogy melyik a nagyobb szenvedély a te életedben. Nagyobbnak talán az állatokat mondanám, meg az az, ami igazán végig kísérte már a gyerekkoromat is, úgyhogy valóban nem ijedek meg egy kis póktól, pókhálótól, de most már ott tartok, hogy a sport is és az állatok is hasonlóan fontos helyet töltenek be az életemben. Ugye a Ninja Warrior című show műsor fődíjára ebben az évben már te is esélyesen pályáztál. Tavaly is indulhattál volna ezen a versenyen, akkor viszont lesérültél. Hogy történt ez a bizonyos sérülés? Hát ez egy elég kellemetlen szituáció volt számomra. Gyakorlatilag a castingok már lementek, és vártuk azt, hogy visszajelzést kapjunk, hogy mégis kijutott be. Két barátommal neveztem, ők be is jutottak, illetve hát engem is felhívtak, csak előtte 2 héttel sajnos a tért kalácsomat sikerült úgy kificamítanom, hogy még most is 2 csavar tart össze,
úgyhogy az meghiúsult, akkor csak szurkolóként vehettem részt a Ninja Warrior-on, de maga a pálya akkor is, ugye a pálya mellett álltam, és maga a pálya annyira megtetszett, hogy úgy voltam vele, hogy ha tehetem, akkor idén megpróbálom újra, és most sikerült is. Mi volt igazából számodra nehezebb, a fizikai felépülés vagy a lelki, hiszen gyakorlatilag ott voltál már szinte, mondhatjuk, hogy a csúcson, a lehetőségek kapujában, és akkor sérültél meg. Hát igen, a fizikai része az olyan szinten volt probléma inkább, hogy a rehabilitáció során volt visszaesés, amikor elkezdtem a gyógytornát, meg egy-két ilyen pont volt, amit tényleg úgy nehezebben éltem meg, de a mentális része volt az, ami igazán nehéz volt. Én szeretem azt, hogy gyakorlatilag álmomból felkeltve is neki tudok ugrani egy-egy akadálynak, és én szerettem ezt így csinálni. Sajnos a sérülés óta egy kicsit okosabban kell edzenem, de hál' Istennek ez a mostani Ninja Warrior, ez ebből a szempontból egy nagyon nagy előrelépés volt, hiszen ott a show keretein belül olyan akadályoknak is neki futottam, amit lehet, hogy itthon csak sokadik próbálkozásra mertem volna megcsinálni, ott meg vitt magával a lendület, és azóta a futóversenyeken és egyéb sport tevékenységek során is nagy előrelépést érzek, merem használni a térdemet. Ami már fizikailag jó volt, most hozzátettem a bátorságot is, ami még talán hiányzott. Mi volt a legnehezebb számodra mondjuk? Hogy a legkülönlegesebb, a legizgalmasabb? Hát ezekre készültem igazából úgy mentálisan, hogy amikor ilyen forgós, átfutós akadályok vannak, akkor ott ne torpanjak meg, és hát nagyon kis hezitálás után, de azért sikeresen vettem ezeket, úgyhogy ezzel egész elégedett vagyok. Egy kicsit mesélj az ellenfeleidről is. Hát inkább sportársaknak mondanám őket, hiszen a pálya volt az ellenfelünk. Ugye nekem is gyakorlatilag kis csalódás volt ez, hogy a szerencsém múlt a középdöntő, de éppen ezért egy nagyon összetartó csapat kovácsolódott össze az epizód finálira, ahol egymásnak szurkoltunk, motiváltuk egymást a pálya mellől, segítettük egymást, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon összetartó csapat lett, sőt az egyik versenyzőtársam azóta már meg is látogatott minket az állatparkot is, meg otthon is. Hát igen, gyakorlatilag ugye olyan kínban és izgalmas pillanatokban, aki ott van veled, az tényleg szinte mint egy vérszerződést, vagy ilyen testvéri érzések ébrednek az emberben. Ahogy elmondtad, ugye gyakorlatilag a szerencsém múlott, hogy nem kis szerencsével akár be is juthattál volna. Ez megint egy olyan történés, amit megint csak fel kell dolgozni. Tehát azt hiszem, hogy azért itt lélekben is nagy-nagy fejlődésen esel át. Igen, mindenképpen, bár hozzáteszem azt, hogy a magam részéről már ez, hogy akár egy pályán is végig tudtam menni, és az epizód fináléig eljutottam, ez nagyon nagy előrelépés volt tényleg mentálisan, amellett, hogy ugye a park vezetősége megszavazta azt a bizalmat, hogy rámadták ezt a pólót, és azt mondták, hogy így látatlanban is megbíznak bennem annyira, hogy így engednek el, hogy az ő emberük vagyok. Innentől ez egy kis nyomás is volt ugyan, de úgy gondolom, hogy sikerült megfelelnem az elvárásoknak. Nem pottyantam le az első lépésnél, úgyhogy a kis csalódás mellett azért úgy gondolom, hogy elégedett lehetek. És jövőre megpróbálod? Mindenképpen. Nos, azért ez még nem lesz a végszó, Andor, mert hogy ugye az, aki az állatok és a pókok világában is ilyen profi, na meg a mindenféle pályák és kereskedelmi televíziós versenyeken, azt gondolom, hogy tök faragásban is jó lehet. Szemtan csináltál már ilyet, vagy most csak úgy becsábítunk ebbe a történetbe? Hát mondjuk úgy, hogy nagyon kezdő vagyok a témában, de meglátjuk, hogy mire jutunk. Na, soha nem mondd, hogy soha, ki tudja, hogy mi lesz a vége. Mi pedig megnézzük azt, hogy milyen gyönyörű díszeket lehet készíteni, vagy akár vásárolni. Vendégeink
Fedorné Miló Zsuzsanna és Gyebrószki Zita, ugye a Starflirtbe találkozhatnak a kedves vásárlók veletek, és már itt a Kölcsei Televízióban is gyönyörűséges dolgokat alkottatok. Én még mindig őrzök bizonyos elemeket abból a csokorból, amelyeket egyszer kaptam tőletek, és aki belép hozzátok, az ugye látja gyakorlatilag, hiszen olyanok vagytok, mint egy látvány virágkötészet, minden ott történik. Tehát itt, aki esetleg egy picit több időt tölt veletek, akár el is sajátíthatja. Hát most ugye mi itt a Halloween-nal indultunk, de valójában Magyarországon azért, illetve Kelet-Európában is elsősorban a Minden Szentek és a Halottak napja az, amely a legtöbb ember életét sajnos érinti, hiszen hozzátartozóit meglátogatja ilyenkor a temetőkben, elhunyt hozzátartozóit, és mindenki a saját stílusában valamivel szeretne ugye valami szépet kivinni. Nem tudom, hogy látjátok, mennyire változott ez az úgynevezett temetőkultúra, vagy az a fajta igény, ahogy az emberek mondjuk kifejezetten a temetőbe készítetnek csokrokat. Hát szerintem nagyon, nagyon nem változott igazán, megmaradtak a régi dolgok is. Valaki még mindig a selyemvirágos díszeknél marad, mondván, hogy az nagyon sokat, nagyon sokáig tart, egészen karácsonyig kint vannak ezek a díszek, de már most előtérbe helyeződik azért a selyem, vagy nagyon élethű selyemvirágok is, az angyalkás díszek kőkaspóban, általában kis helyen elférnek azért, és ezeket már most sokkal többet vásárolják az emberek. Ezek annyira szépek egyébként, hogy most lehet, hogy nagyon csúnyát fogok mondani. Én szívem szerint ezt akár a saját otthonommal, vagy már a bejárati ajtómat is díszíteném ezekkel a szép kis összeállításokkal. Lehet azt mondani, hogy egy kicsit összemosódnak ezek a történetek? Tehát akár egy étkező asztalon is jól mutat, de ugyanúgy a szeretteink sírjára is kihelyezhetjük őket. Hát ritka esetben igen. A gyertya miatt például, de az angyalkás díszeknél én úgy gondolom, hogy inkább a temetőre mindenképpen, vagy egy kopogtatóra, amit az ajtóra rakunk, azt inkább én úgy gondolom, hogy azt inkább azt írjuk rá, hogy sweet home, például édes otthon, ezekre pedig emlékezünk, vagy búcsozóul, vagy ilyen feliratokat tudunk rárakni. Azt gondolom, hogy egyébként ugye mindenki annak a függvényében kért tőletek kompozíciót, hogy tényleg hová szánja ezeket, hiszen tényleg most itt összemoshatjuk valóban az, hogy a temetőbe kerülnek, vagy akár egy halloween-i bulira, egy asztaldísznek. Amit én az egyik internetes oldalon, én a Pinteresten szoktam nézegetni különböző dolgokat, szerintem ez számotokra is egy érdekes terület, nem? Szoktatok így szemezgetni? Igen, mi is nagyon sokat. Igen. És láttam azt, hogy a tököket azt mindenféle ilyen csillogó színben megfestik, és itt is éppen, ha jól látom, akkor valami ilyesmi történik. Hogyan készült? Meséljetek róla. Igen, ez egy akrilfestékkel van rózsaszínre festve például, uh-huh. És ezüst díszítést kapott, és ehhez egy szolidabb díszítés, hogy akárhova tényleg föl lehetlen rakni, bármilyen végül is lakásba, asztalra nagyon szépen mutat szerintem. De ezt mondjuk temetőbe ugye nem javaljuk. Hát ezt nem, ez semmiképpen nem. Ez mennyi idő alatt készül el, hogyha most valaki mondjuk kedvet kap hozzá? Próbálkozhat otthon is, vagy azért ez bízza profikra, mit javasoltok? Hát, hogyha otthonra és kefteltetésből csinálja, szerintem akkor végül is bátran lehet szerintem ezzel próbálkozni, bár a kés meg minden elég éles, úgyhogy ha szépet akar valaki, azt inkább profira kellene bízni szerintem. Zita, te csak dolgozol, nem vagy hajlandó megszólalni semmiképpen? Ezért nekem a kezem ügyesebb. De én úgy gondolom, hogy nem csak a kezed, hanem vérprofi módon tudsz erről beszélni, és mi az, ami most itt készül, akár mindketten is mondhatjátok. Hát Isten igazából egy sírdísz, de viszont ezt szerintem föl lehet használni akár egy asztaldísznek is. Egy ilyen őszi jellegűnek, hogyha nem teszünk bele ilyen kis táblákat, emlékezünk, stb. Amikor elkezdted ezt mondjuk csinálni, akkor már megvolt az egész kompozíció, vagy közben alakul ki, ahogy belekerül egy-egy virág, egy-egy kis zöld, és mennyire szólhat bele mondjuk ebbe a vásárló, aki éppen ott van és ezt figyeli? Vagy egyáltalán bele akarnak ezt szólni? Sokan igen, hogyha esetleg nem jó fele haladnak, akkor szólunk nekik, hogy ezt inkább nem kellene, de nyugodtan beleszólhat a vásárló is.
Van-e olyan virág például, ami most nagyon-nagyon népszerű, vagy ami nagyon kedvelt a vásárlók körében? Hát még mindig talán a krizantén az, ami nagyon kedvelt, de mellette még mindig a szegfű, ami sokáig tart tulajdonképpen a temetőn is. Emellett a liliumot, a gerberát, bármit szívesen kivisznek a szeretteikhez az emberek. Lehet azt mondani, hogy ezek klasszikus virágok, nem mennek ki a divatból. Most hát az a veszély nincs meg szerintem, hogy le fognak fagyni ugye ezek a növények, úgyhogy akár egy kicsit, hogy is mondjam, többet is áldozhatnak az emberek, hiszen még a jövő héten is nagyon szép idő lesz. Esetleg, amiket kivisznek mondjuk a sírra, nem tudom, tudtok-e olyan praktikákat mondani, lehet valamivel fokozni a tartóságukat, hogy egy-két nap alatt ne hervadjanak el, mert azért tudom jól, az én édesanyám is ilyen, és sokan, hogy nem csak egyszer mennek ki, hanem szinte egész héten, már előtte való napokban, hetekben is ugye kijárnak takarítani, tehát valahogy ez nem csak egy-két napra korlátozódik, hanem sokkal hosszabb időre, és szerintem a jó idő miatt most is így lesz. Igen, talán szerintem az a legfontosabb, ilyenkor, hogyha kimegy az ember minden nap, egy kis vizet, mert ezek a készítmények általában vizes oázisba készülnek, ami élő, és hát szépen tartja a virágot, ha ezt utána pótoljuk, esetleg a pára is már sokat segíthet a temetőkbe, de ha egy kis vizet öntünk rá, mint a vázába, akkor nagyon sokáig szép marad, hiszen éjszakára lehűl a levegő. Szerintem most tényleg, aki kiviszi, bátran viheti az élővirágot is, mert nagyon, nagyon sokáig fog tartani. Ha már említetted azt, hogy sokan még ragaszkodnak ugye a selyem vagy a művirágokhoz, hát azért elnézve a kínálatot, ezek is hihetetlenül élethűek. Lehet mondjuk, vagy szoktátok-e esetleg az élővirágot ezekkel a selyem vagy művirágokkal esetleg ötvözni, vagy ez már valamiféle, nem is tudom, stílus rombolásnak számít, hogy ítélitek meg? Nem. Ezt nem nagyon szoktuk. Nem. A szentségtörés, ugye? Igen. Nektek virágosoknak. Hát, igen. Ha nagyon-nagyon ragaszkodik a vásárló hozzá, akkor természetesen megcsináljuk, hisz a vásárló az első, de nem szeretjük igazából. Meg nem szép, nem esztétikus. Mik voltak a legkülönlegesebb ötletek mondjuk ebben az évben, hogyha egy picit így visszanézünk? Hát ebben az évben bejött igazán az, hogy majdnem minden díszünkben angyalka van. Ez a kis szolárlámpa is nagyon-nagyon szépen tud mutatni egy síron, hiszen a gyertyát elfújja a szél, ez pedig szépen világít. Egy kis napsütés, és tényleg egész éjszaka szinte szépen világít. És ugye ennek egyébként ezeknek a szolárlámpáknak millióféle variációja van, tehát ugye ezt is lehet, azt gondolom, hogy az adott kompozíció stílusához alakítgatni. Lehet-e már egyébként tudni valamit a karácsonyi trendekről? Már csak azért kérdezem most, mert nem biztos, hogy karácsonyig találkozunk, vagy esetleg az ajtódíszekről, kopogtatókról, milyen színekben, milyen hangulatokban fognak díszelegni a lakások 2018 karácsonyán? Talán a púderszín. Igen, púderszín. Az már tavaly is volt, igen, az még mindig. És a szőr, a műszőr, én ezt nagyon imádom egyébként, úgyhogy ez olyan jó kis melegséget áraszt, meg... Biztos lesz az idén is. Uh-huh. Igen, a klasszikusok is, a piros, a fehér, az arany, az arany és az ezüst, az most kaspókban is igen divatosak, és valószínűleg ez... Na most nem tudom, hogy az igaz-e, hogy ugye cipésznek cipője, nem tudom, virágkötőnek, hogy néz ki a karácsonyi asztala, vagy esetleg nem akarok nagyon személyeskedni, de nyilván hát sajnos nektek is vannak ugye elhunyt hozzátartozóitok, hogy ti személy szerint mit szerettek, mondjuk mit készítettek, mit visztek ki egy sírra, vagy mi kerül mondjuk a karácsonyi asztalra? Hát egy sírra, én személy szerint, de általában a természetes dolgokat szeretjük. Igazából, ami egyszerű, de természetes. A száraz virágokat, nagyon szép kiegészítők ezek a kövi rózsák, uh-huh. A lótusz termés is szerintem nagyon szép benne. Na akkor még mielőtt itt most már elköszönnénk, és elmennénk egy kicsit a kiradóba, hogy megnézzük, hogy mi minden történt, még talán erről a nagyon kis cuki kövi rózsás kompozícióról azért annyit mondjatok már, hogy ezt tényleg locsolgatni kell, és ez akár hosszú ideig így marad, vagy gyakorlatilag
inkább csak pár hétig lehet, és aztán ki kell belőle szedni azokat a kis rózsácskákat, mi lesz vele? Nem, azok a rózsácskák, az teljesen természetes dolgok benne, sőt, minden természetes dolog van benne, egyedül ez a kövi rózsa, ami élő, de annak tényleg elég az, amit párát összeszed a levegőből, az mert teljesen nincs benne jó. Föld, nincsen, ez egy száraz oázisba készült kompozíció, semmilyen sejem, semmilyen, csak természetes anyagok vannak benne. Tehát gyakorlatilag akkor ez a fagyokig végül is kint lehet, akár mondjuk a temetőben, utána meg hát azért sokan ezt nem szokták behozni. Még talán erről beszélhetnénk, hogy az, amit az ember oda kivisz, ugye azt azért nem nagyon szokták visszahozni. Azt nem. Azt nem szeretik, valahogy úgy rossz érzéssel tölti el szerintem az embereket. Igen, talán. Hogy ezt tudja egy halottól elvenni, vagy ezt ő kapta. Hát akkor esetleg a túlélés nem lesz nagyon, nagyon zord a telünk, bár ma már szerintem jósolni végképp nem tudunk, mert lassan már úgy érzem, hogy tényleg nyár lesz, és nem pedig a télbe haladunk, szóval még az is lehet, hogy kibírja, és esetleg tavasszal akkor egy kicsit meg lehet majd bolondítani és megspékelni. Hát akkor Zita, most már úgy látom, hogy csak az utolsó simítások vannak hátra, úgyhogy ha belekerül az utolsó kis rózsácska is, akkor mutassuk meg a kedves nézőknek, hogy milyen villám kezűek a lányok, és milyen szép dolgot alkottak. Szerintem egy picit megemeljük, jó? Igen, hogy úgy a kamera egészen szépen meg tudja mutatni. Sok-sok élő növénnyel, igen, azt, amit mondtatok, ez igen, a kis oázis, ugye vízes oázisban van, tehát valóban ezt kell majd utána locsolgatni. Természetes színek, de tavaszi színek is, friss színek is, és mindez igen. Az egyszerű. Szolid, de visszafogott. Köszönjük még egyszer. Kedves nézők, minden szentek előtt azonban van még egy különleges éjszaka, ez pedig október 31-e, Halloween, a Weekend második részét ezzel a témával folytatjuk, majd várjuk Önöket vissza.